Sziasztok, Kriszti vagyok, és ez itt a Liluland csatornája. Legújabb Mozog velünk részünkbe egy nagyon klassz dolgot fogunk kipróbálni, az a neve, hogy Line Dance, ami pontosan azt jelenti, hogy cowboy tánc, és nagyon várom, nagyon izgatott vagyok, és egy kicsit parázom. Úgyhogy induljunk! Itt vagyok a Red Button stúdióba, Gogóval, aki az egész ötletet megálmodta, és itt a vezető tánctanár. Hát, hogy jött ez az egész? Így Budapest kellős közepén. Egyrészt meglepetésként indult, másrészt egy nagy szerelem vált belőle. Nagyon régen, most már 13. éve volt, hogy édesapám 50. szülinapi partijára készültünk, és valami extrát akartunk így neki. Ő hozta így felötletként, hogy neki tetszik a country zene, ő azt a táncot megtanulná. Azt sem tudtuk, hogy eszük-e vagy isszák, vagy egyáltalán hogy nyúlhatnánk hozzá. Ennek a hivatalos neve az, hogy Line Dance, így van, de erről így. Én sem tudtam, hogy ez micsoda, ez igazából a cowboy tánc, ha ezt így mondom, az... Igen, mi így cowboy táncként szoktuk hívni, amiatt, mert azoknak, hát én civileknek hívom azokat, akik még ezt nem próbálták, tehát azok, akik ezt így nem bírják elképzelni, hogy vajon mit is takarhat, a cowboy tánccal könnyebben körbe tudjuk így írni, hiszen kalapban, csizmában, farmerben táncolunk, sokan úgy tudják beazonosítani, hogy az amerikai filmekben kocsmában táncolnak sokan, akkor már tudják, hogy miről van szó. És azon kívül, hogy ugye ez egy testmozgás, mert azért én, amit már belenéztem, baromi fárasztónak tűnik, mi van egy ilyen közösségépítő ereje is, ugye? Ha abszolút. Én hiszek abban, hogy ez ilyen tömegeket tud vonzani, mert egyszerűen bele van kódolva. Magához a tánchoz nem kell pár. Szerintem ez már egy nagyon nagy előnye. Óriási plusz, igen. Azért, hogy egyedül is ki lehet próbálni, illetve ami táncokat tudunk, azt pedig másokkal együtt is tudjuk táncolni. Tehát ugyanazt táncolják, ugyanarra zenére Debrecenben, de Japánban, Amerikában, na, Németországban szuper. Is. Úgyhogy ez is egy ilyen könnyítés, közösséget hoz így össze. Egyedül táncoljuk, de ilyen úgy néz ki, hogy mindenki ugyanazokat a tánclépéseket ettől válik közösségivé, mert ugyanúgy kell izzadnom, meg kapaszkodnom, mint a többieknek így magam mellett. És akkor így tudunk így együtt táncolni. Tök jó. Mi a kötelező felszerelés? Nincs. Nincs? Kényelmes. Cipő, vagy kényelmes bármi? Legyen. Nem, abszolút egy mozgásban kényelmes legyen. Maga a táncunk az nyilván, mint minden táncstílusban, így a nagyon-nagyon könnyűektől az egészen versenytáncokig azért lehet ezt fokozni, de úgy alapvetően se tánctudást nem igényel, vagy előzetes tánc tapasztalatot. Ez nagyon jól hangzik meg, így most meg. Illetve így ugyanúgy nem igényel egyébként különleges felszerelés sem. Azt szoktuk mondani, hogy elsőre kipróbálásra valami olyan van, amiben kényelmesen tudunk mozogni. Jó, azzal meg vagyok. Ha megvan a lépés, amit mutatok, akkor kérek egy jihát hozzá, hogy csak azért is, hogy egy kicsit oldjam a feszültséget. Ez ilyen kezdőbeavatás? Abszolút, ez a hangeffekt az nagyon jó, hogy kijön. Kilép. Az alaplépésekkel megvagyok, sokkal fárasztóbb, mint hittem volna, és nagyon egyszerűnek tűnik, de kisül az agyam, úgy próbálok figyelni, de nagyon jók a tanáraim, és nagyon jó a támogatásom, úgyhogy most megpróbálom egybe az egészet zenére, mint a filmekben. Yeah.
Köszönöm szépen még egyszer a meghívást. Ha pedig szeretnél kipróbálni egy olyan sportot, ami egyszerre fárasztó, de közben mégis baromi jól érzed magad, akkor nagyon ajánlom ezt a Line Dance-t, és ha szeretnél még hasonló videókat látni, akkor iratkozz fel a csatornánkra. Szia! Sits on the front porch swinging, looking out on a vacant field.